Jelenésem ott. Ez volt, ez nagy csoda történt ott. Komolyan. Én azóta... Ott láttál a szüzanyát meg az Úr Jézust. Én azóta nekem még a hátam is borzongott. Mikor megjártam a jelenést, bent a papi lakáson így volt a szüzanya, az Úr Jézus meg így a borzasít. Élve, ő mint a leadta volna. Ott ki Medjugorjében? Medjugorjében bizony. De nekem... Mondom, még mind a hátas borzongotón annyira valami átjárt engem is. Akkor tértem meg a hitbe, ebbe a nagy vallásos hitbe, mert mai nap is. Azóta csinálja a borzást is. Tényleg? Na, igen, nagyon az, érdekes. Azóta csinálja. Kapott meghívást. Az Úr, ez nagyon sokszor volt. Ez nagyon szentes, meg kell tisztelni.
Volt szerzetesek ápolták, és akkor ezt a temetőt, ahol ők temetkeztek, ők maguknak gondozták is. Aztán, mikor 69-ben már bezárták ezeket az egyházi temetőket, sorba, ugye az evangélikus, református, katolikus is, akkor, és megnyitották az új köztemetőt, akkor így hívták a gyuli köztemetőt. Onnantól kezdve ott kellett eltemetni azokat, akik szerzetesként itt meghaltak, hiszen 1985-ig itt csak szerzetesek voltak ebben a szociális otthonban. Tulajdonjog az egyháznál van, mert a pár esztendeje a tulajdonos átadta, mert nem tudtak vele mit csinálni. Csak
Na most 1904-ben építették ezt a kápolnát, hát természetesen úgy, ahogy az lenni szokott, ugye, a dicsőséges kommunizmus alatt ugye szétszették az ilyeneket, nem volt tisztelet, keresték az aranyakat ugye a szédült emberek, mert azt hitték, hogy azt úgy tették oda, úgyhogy végén alul a kriptából kiszedték a halottakat, külön eltemették, és rátért az épület a sodrásra, se istene, se hazája, se gazdája, senkije. És minek után ezt látta az egyik leszármazott, az a Benedek atyának szólt, hogy átadja, vegye át, mert ő nem tud vele mit csinálni. Így lett egyházi tulajdon. Nem sok település büszkélkedhet avval, hogy 100 évnél öregebb kápolnája, meg kápolnái vannak, mert nekünk vannak.